Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntök mindenkit. A mai sajtótájékoztató mottója talán az lehetne, hogy megígértük, megtesszük. Ugye a magyar kormány egyik legfontosabb vállalása a következő időszakban az elsődleges kormányzati feladata munkahely teremtés, és hogy miket is ígértünk meg, és mit próbálunk teljesíteni, arról egy néhány gondolatot hadd mondjak. Mit ígértünk? Azt ígértük, hogy a munkahely teremtés tekintetében növelni fogjuk a forrásokat. Azt ígértük, hogy a kis-középvállalkozói szektort, mint a munkahely teremtésben egyik meghatározó lehetőséget a következő időszakban helyzetbe fogjuk hozni. Azt ígértük, hogy a hátrányos helyzetű térségekben, régiókban élők munkakörülményeit igyekszünk segíteni. És azt is ígértük, hogy egyszerűsíteni fogjuk a forrásokhoz való jutást, csökkentjük a bürokráciát, illetve az ezekhez kapcsolódó terheket. Hát, hogy hogyan is néz ez ki a valóságban, ez a vállalás teljesítés? Ugye itt látják önök az új Széchenyi terv logóját, és hogyha megnézik a Széchenyi terv pályázatait, akkor nem találják ezt a pályázatot benne. Azért nem, mert ez a pályázat a munkaerőpiaci alapból van kiírva, és ugye az alap az hazai forrásokat takar elsődlegesen. Ugyanakkor mindazok az üzenetek, amelyeket ez a pályázat megfogalmaz, és amelyeket célul tűz ki, az teljes egészében az új Széchenyi tervhez kapcsolódó vállalásainkat lefedi, illetve tükrözi. Konkrétan miről van szó, hogy a tavalyi esztendőben is rendelkezésre állt 2 milliárd forint értékben a munkahely teremtő beruházásra támogatás a munkaerőpiaci alapból. Ez a 2 milliárd az idei évben 5 milliárd forint, tehát magyarul 2,5-szeresére növeltük magát a forrás lehetőségét is. Az alaptámogatás a tavalyi esztendőben 800 ezer forint volt. Ugye a pályázatnak a lényege a következő: a nem munkabére és járulékaira, hanem valóbidi munkahely teremtésre lehet a pályázatot fordítani, magyarul ingatlan, gépet, berendezést, eszközt, új munkahelyet hozok létre. Cserében az elvárás, hogy legalább 2 esztendeig ez a munka azt a foglalkoztatottat, tehát azt a munkavállalót foglalkoztassa. Természetesen, ha munkavállaló adott esetben úgy dönt, hogy mégsem szeretne, lehet pótolni természetesen a munkavállalót adott esetben, illetve 3 évig kell magát a tevékenységet fönntartani. A támogatás összege, ugye tipikusan az volt a jellemző az elmúlt időszakban számos pályázat esetén, hogy pontosan azok nem tudtak pályázati forrásokhoz jutni, akiknek egyébként a pályázat ki volt írva. Olyan feltételrendszer volt számos esetben, hogy azt tudta a pályázatot megnyerni, akinél a zsebbe volt alapból is a pénz, és legfeljebb az utólagos finanszírozás kapcsán ugye sikerült neki a forrásokat allokálni, kiegészíteni. Hát most nem ezt a gyakorlatot szeretnénk a következő időszakban folytatni, ezért könnyítéseket tettünk a pályázati anyagba be. Tehát az alaptámogatás tavaly 800 ezer forint volt, az ide évben 1 millió 200 ezer forint. Tehát, hogyha a meglévő statisztika állományi létszámát növeli, akkor létszámonként 1,2 millió. Ehhez jön még pluszba hozzá, hogy abban az esetben, hogyha hátrányos helyzetű régióban működik a vállalkozás, akkor plusz 150 ezer forint, ha a leghátrányosabb helyzetű térségekben plusz 150 ezer, tehát ugye ez összesen akkor a leghátrányosabbnál 300 ezer forint, ha regisztrált álláskeresőt kíván foglalkoztatni, az plusz 500 ezer forint, nem véletlenül van, hiszen számunkra a legfontosabb dolog a munkanélküliség csökkentése, a munkanélküli emberek munkához jutása, itt van a legnagyobb forrás mögétéve, és ha roma származású az illető, akkor plusz 200 ezer. Ezt ha összeadják, akkor 2 millió 200 ezer forint az a forrás, amely maximálisan felhasználható egy munkahely teremtésére. Ez a tavalyi esztendőben 1,4 millió forint volt ez a forrás lehetőség. Tehát lehet hallani, hogy lényegesen bővült a keresztmetszet, és változott a... Ugye tavalyi minden vállalkozás pályázhatott, az idei évben csak a mikro, kis és középvállalkozások pályázhatnak, ez is egy nagyon lényeges kérdés. Rendkívül indokolt esetben előleg
finanszírozására is lehetőség van 20% erejéig. Ez ugye azzal függ össze, amit az előbb említettem, hogy kik juthatnak adott esetben, vagy kik juttak a korábbi időszakban pályázati forrásokhoz. Illetve itt akik pályázók, azok észre fogják venni, hogy a 6, 7, 8, meg 20 oldalas anyagok azok a felére, harmadára csökkentek a pályázat beadásával kapcsolatosan. Tehát lényegesen egyszerűsödött a pályázati feltétel. Legalább két főt, ez még egy fontos információ, legalább két főt foglalkoztató cégek pályázhatnak ebben a konstrukcióban. Ugye talán emlékeznek, a korábbi években az öt fő volt a minimum, vagy még később, vagy a korábbi években még ennél is több. Tehát gyakorlatilag kizártuk a mikrovállalkozásoknak egy jelentős körét. Ezt most visszanyitottuk ezzel a létszámkorláttal. A beruházást legkésőbb 2011. november 30-áig kell azoknak a pályázóknak, akik nyernek, majd megvalósítaniuk. Elsősorban új műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések, új épületek, épületrészek pályázatára van lehetőség. De hogy egy másik újdonságot mondjak, hogy 15 millió forint támogatási összeg igényléséig nem kell fedezetet nyújtani. Abban az esetben, ha már 3 naptári éve működik a vállalkozás, és ebből legalább 2 évben az adózás előtti eredményük pozitív volt, illetve az azonnali beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozatot tesznek. Ez megint ugye az üzenete teljesen egyértelmű. Szeretnénk a lehetőséget azok számára is biztosítani, akik korrekt módon az elmúlt években tisztességgel, becsülettel foglalkoztattak. A támogatás intenzitását tekintve régiónként eltér az intenzitás mértéke. Nyilván itt uniós jogszabályokat is figyelembe kell venni. Ez 10% és 50% között lehet. Budapest a 10%, és az 50% az a észak-magyarországi, észak-alföldi, aztán azonnal mondom, hogy ha precíz akarok lenni, akkor dél-alföldi, dél-dunántúli régió, a közép-dunántúli régiónál 40%, a nyugat-dunántúlnál, Pest megyénél 30% és Budapestnél 10%, és amennyiben kisvállalkozás pályázik, plusz 20%-kal növelhető az intenzitás, középvállalkozások esetében pedig 10%, plusz 10%. Tehát magyarul 70%-os támogatás intenzitás érhető el maximálisan, mondjuk egy hátrányos helyzetű régióban működő kisvállalkozás esetében. Ez is egy nagyon lényeges kérdés, úgy gondolom. A pályázat a mai nap meg fog jelenni, és a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján, az AFS honlapján, ugye most már nem így hívják, tehát március 1-től a www.munka.hu internetes hozzáférési címen lehet majd hozzájutni. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium honlapján, illetve a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján található majd meg. Március 31-ig lehet a pályázatokat majd beadni. A területileg illetékes kormányhivatal szakigazgatási szervénél, a munkaügyi szervezetnél lehet a pályázatot beadni, és legkésőbb május 31-ig a nemzetgazdasági miniszter dönt a pályázatok elbírálásáról. Keresztmetszetét tekintve tehát ezek a legfontosabb üzenetek és a legfontosabb információk a pályázattal kapcsolatban. Még egyszer arra szeretném a figyelmet fölhívni, hogy lényegesen több forrás áll rendelkezésre, valódi munkahelyeket kívánunk teremteni, a leghátrányosabb helyzetű térségekre kívánunk koncentrálni, és a magyar kisközépvállalkozói szektor szeretnénk támogatni a következő időszakban. Köszönöm szépen!